egy ideje tudom már, pontosabban több hónapja tudom, hogy részese leszek ennek a produkciónak, de érdekes módon, hát fizikálisan és hasonló féle módon nem igazán készültem erre. Mondjuk diétával kellett volna, de az majd a táncokon ledolgozzuk. Én sokkal inkább mentálisan próbáltam meg felkészülni, hogyha fel lehet egyáltalán erre készülni. Nyilván azért egy elég nagy hiányzó elem volt ebben az egészben, mégpedig a pár kérdése, mert azt gondolom, hogy első körben az az, ami motoszkál az emberben, hogy ki lesz a másik fele, mert ez az egész tánc, egy produkció, az a versenytánc, vagy egy páros tánc esetében ugye a kettőből egészül ki, és én csak így egy fél voltam eddig, úgyhogy ebből adódóan nem tudtam annyira készülni, és nyilván ez motoszkált leginkább bennem, hogy vajon milyen lesz a táncpárom, úgyhogy azt gondolom, hogy most fogok tudni csak igazán felkészülni, mind mentálisan, mind pedig fizikálisan. Én senkire se számítottam, tudatosan nem néztem, és nem próbáltam meg kitalálni, hogy az előző évadokból esetlegesen kivel tehetnek össze engem párként, úgyhogy igazából nem volt bennem semmilyen csalódottság pont ebből adódóan, és nagyon-nagyon örültem neki. Egyrésztről tudtam, hogy ő új lesz itt, úgyhogy ebből a szempontból azért is örültem, mert így első, vagy hogy így velem futhat neki ennek az egésznek elsőként. Másodszorban pedig nagyon szimpatikus volt, tehát hogy én azt gondolom, hogy tényleg nagyon fontos az első benyomás, és abszolút nagyon, nagyon jó benyomást keltett bennem már a mosolyával, a fogadtatásával, a figyelmességével, mert egy hatalmas csokor virággal várt engem. Szóval, hogy én jobb első találkozást nem is képzelhettem volna el. Már az első óra is nagyon jó volt, abszolút megmutatkozott belőle, hogy jó tanárom lesz, Feri. Nagyon mély víz is volt egyben, mert már egyben igazából a poénból benyomtam, hogy nem csinálunk emelést, amit nem gondoltam komolyan, de mégiscsak komolyá fordult a dolog. Egy picit azért még feszélyezve érzem magamat, tehát még nagyon új ez az egész. Persze nagyon szeretek táncolni, és nagyon-nagyon régen, még az ókorban része is volt az életemnek a tánc, úgyhogy nagyon várom ezt az időszakot, hogy elkezdjek táncolni, de hogy ezért pont ebből adódóan van is egyfajta félsz bennem. Nagyon maximalista vagyok, szeretnék tényleg tökéletesen teljesíteni. Tehát, hogy így azért vannak bennem félelmek, gátlások, hogyha lehet ezt mondani, de szerintem Feri fog nekem tudni abban segíteni, hogy ezt maximálisan le tudjam küzdeni. Semmilyen kitűzett célom nincsen, hogy meddig szeretnék eljutni. Nyilván azért van bennem versengés és vágy, hogy megnyerjem ezt az egészet. Szerintem máshogy nem is lehet ennek nekifutni, hogy csak az első nelse ki, persze ez mindenkiben benne van, azt gondolom. Én egész egyszerűen csak szeretném átadni ennek az egésznek magamat, és érzelmekkel, szeretettel, és mindenféle jó dologgal szeretnék ennek az egésznek neki leselkedni. És azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy nyilván mind a mellett, hogy én jól érzem magam, hogy bizonyos érzéseket tudjak átadni majd a nézőknek ezzel az egésszel, a különböző féle fajta táncokkal, mert azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, és olyan sok minden van bennem, amit nem feltétlenül tudok elmesélni, leírni, vagy kifejezni, és azt gondolom, hogy a tánc viszont nagyon jó formája ennek.